Bajnoki dobogóra pályázó együttesek léptek pályára egymás ellen a Merkantil Bank Liga 10. fordulójában az Alkufer stadionban. A vendég Békés Csaba legutóbbi két találkozóján otthon játszott, de csak egy pontot szereztek. Előtte viszont Vácott és Kazincbarcikán is nyerni tudtak. Míg a házigazda Gyirmót is idegenben acélosabb volt eddig, hiszen a négy hazai meccséből csak 5 pont került be a kék-sárgák neve mellé. A balról-jobbra támadó Gyirmót a mérkőzés első percétől igyekezett ráerőltetni az akaratát a vendégcsapatra. Az első negyed órában két jól eltalált távoli lövéssel veszélyeztették Ribánszki kapuját, egyszer a kapusnak is bravúrosan védenie kellett. A gólt leszámítva tulajdonképpen szinte minden úgy alakult, ahogyan azt a sárgamezesek szerették volna. Igaz, a 38. percben egy védelmi kihagyás majdnem bajba sodorta a házigazdát. De sem Olasz Dénes, sem Máris Dominik nem tudta kihasználni a felkínált lehetőséget. Ezzel szemben a túloldalon szabadrugásból Heffler Norbert gyönyörűen csavart a kapu bal sarkába. A mérkőzés 42. percében tehát megszerezte a vezetést a Gyirmót, egy 24 méterről elvégzett szabadrugás tökéletes kivitelezését láthatták a nézők. A második játékrész ugyan a Lilák helyzetével indult, de aztán Lipták hamar pontot tett a mérkőzésre. Az 59. percben jártunk ekkor, amikor egy jól begyakorolt szabadrugás kombináció eredményre vezetett. A válogatott védő 3 Békés Csabai között robbant be és fejelt a hálóba. A szabadrugást Nagy Patrik ívelte, a kanadai táblázatra pedig gólpasszával Tóth Bence került fel, míg Lipták Zoltán negyedszer volt eredményes Gyirmóton, először ebben a szezonban. 2-0 után már csak a különbség volt a kérdés, minden a Gyirmót akarata szerint történt. Előbb Szarka hagyott ki egy jó lehetőséget, majd egy jobboldali beadás hullott majdnem be a léc alá, de Ribánszki a helyén volt és kitolta a labdát. A házigazda magabiztosan és könnyedén játszott, ültek a kényszerítők, tényleg nem sok hiányzott a harmadik gólhoz. A Békés Csabaiaknak csak szorványos ellentámadásokra futotta, a Gyirmóti kapura tulajdonképpen az egész mérkőzésen jobbára veszélytelenek voltak. A hajnára Koltait, Szabót és Vodicskát is pályára küldte Cserti Jaurél, de a csapat így is csak helyzetekig jutott, gólt már nem láthatott a közönség. Ennek ellenére a szurkolók alig ha lehetnek csalódottak, hiszen a rivális Békés Csaba legyőzésével a csapat az eddigi legsimább hazai győzelmét aratta ebben a szezonban.